láthattunk hétközben, és a Ferencváros első bajnoki gólját szerző 30-szoros cseh válogatott Marek Heinccel beszélgettünk. Ez egy szép labda, annyi remek lövés, és kijön Kovácsról, gól! Azonnal megvan az egyenlítés, Marek Heinz már az első meccsén betalál a Fradiban. Gyors gólváltás a meccs elején, Kovácsról középre jött ki a labda, és Heinz igazítás nélkül bevarja a füle mellé. Egy játékos számára, főleg ha új egy csapatnál, mindig nagyon fontos, ha gólt szerez, vagy ha részt vesz egy gól előkészítésében. Én is nagyon örülök, hogy már az első meccsemen betaláltam, de még inkább örülök annak, hogy győzelemmel kezdtük a szezont. Erről szól ez a játék, a gólokról, a győzelemről. Hallottam, hogy a Fradi drukkerek elég türelmetlenek, de nekem eddig pozitívak a tapasztalataim. Azt kell mondjam, engem meglepett, hogy milyen kiváló hangulatot teremtett a szurkolótábor az első bajnokinkon. Marek Heinz július 16-án írta alá szerződését a Ferencvárossal. A 2004-ben a cseh válogatottal Európa-bajnoki címet szerzett csatár tehát még csak néhány hete dolgozik együtt Bruckner Lászlóval és a csapattal. Nagyon nehéz még véleményt alkotnom, olyan kevés ideje vagyok itt, mondja Heinz, de azt már most elmondhatom, hogy remek társaságba kerültem. Az öltözőben jó a hangulat, de a legfontosabb persze az, hogy a pályán mire lesz képes a csapat. Az első meccsünkön, főleg az első félidőben jó játékot nyújtottunk. Hangsúlyozom, korai még következtetéseket levonni, de az eddigi tapasztalatok alapján azt mondhatom, hogy jó színvonalú a magyar bajnokság. Ami a ballábas Heinz posztját illeti, ő leginkább a két csatár mögött játszva érzi jól magát. Ennek ellenére a Fradiban legelő kell játszania. A legutóbbi csapatomnál, Ausztriában, az edzőm azt mondta, lényegében azt játszhatok, amit akarok, mondja mosolyogva a cseh támadó. Szerintem ez minden futballista vágya, hogy kötetlenül játszhasson. A Fradinál ennél körülhatároltabb a feladatom, de azért nem mondom, hogy megvannak kötve a kezeim. Az előrejátékban lényegében azt csinálok, amit akarok, a csapat védekezéséből pedig mindenkinek ki kell vennie a részét, ami nem újdonsága számomra. Az Olmützben született Heinz egy igazi vándormadár. Pályafutása 16 éve alatt 6 ország 13 csapatában fordult meg. Játszott Németországban a Bundesliga több csapatánál is, Törökországban a Galatasaraynál, Franciaországban és Ausztriában is töltött összesen 3 évet, és persze otthon Csehországban is lehúzott pár szezont 5 különböző együttesnél. Legnagyobb sikerét hazájában 2004-ben érte el, amikor bajnok és gólkirály lett a Banyik Ostrava együttesével. A legkülönbözőbb okai vannak annak, hogy miért játszottam ilyen sok egyesületben, magyarázza Heinz. Nekem sem ez volt a vágyam, én sem szívesen költözködtem szinte évről évre. Emiatt is gondolkodtam el az idén azon, hogy akarok-e még egyáltalán külföldön játszani. Aztán jött ez a budapesti ajánlat, én pedig egy kis gondolkodás után rábólintottam, hiszen a magyar főváros csak 400 kilométerre van Olmütztől, így akár minden héten találkozhatok a családommal. És hogy miért vagyok vándormadár? Nehéz megmondani. Az élet nem mindig úgy alakul, ahogy az ember tervezi. Volt, hogy nekem, volt, hogy a másik félnek nem felelt meg valami. Az élet már csak ilyen. Marek Heinz elárulta nekünk, hogy szeretne minél több időt eltölteni a Ferencvárosnál. Ez azt is jelentheti, hogy innen tervezi a visszavonulását, hiszen szerződése 1+1 évre szól, ugyanakkor éppen a napokban, egészen pontosan augusztus 4-én ünnepli 33. születésnapját. Yeah.